Már tényleg nem szeretnék foglalkozni azzal, hogy bizonygassam, hogy lapos-e a föld, vagy nem. Csak találtam ezt a videót, érdekes volt, és megosztom. Meglátjuk, hogy egyáltalán a részleteket fel tudom-e tölteni a jogvédelem miatt. Annyit elárulnék most, hogy ez a videó The Potter's Clay csatornán található, és How the Sun and the Moon Set on a Flat Stationary Earth. Ez a címe. Egyébként maga a videó egy Rob Skiba videó, tehát hogyha valaki meg akarja találni, akkor Rob Skiba nevét keresi, illetve az ő csatornáját, ő készítette magát a videót. A lényeg, ugye erről már volt szó, a chicagói épületek a Michigan túloldaláról, és akkor hogy látszódhat, mikor nem látszódhatna, stb. Villám gyorsan annyit, hogy ha 2 méter magasan állunk, ugye egy ember 2 méter magas, 80 kilométerre van nagyjából Chicago a tó túloldalán, egyébként 60 mérföld, tehát durván 90 kilométer, de legyen 80, akkor 5 kilométerre van a horizont, és 440 méter maga a szintkülönbség, ugye a két terület között. Most az, hogy ők itt beleveszik ezt a ki emelkedést itt, az ugye egy másik történet. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy amikor néz valaki, akkor nem lefele néz, hanem előrefele néz. Tehát ezzel a képen lefele kellene, hogy nézze, ugye egy merőlegesen áll az ember, errefele elmenne egyenesen a tekintete, ahogyan nézünk a valóságban. Nem úgy megyünk, vagy haladunk, hogy lefele nézünk, hogyha meg akarunk nézni valamit a távolban. Egész egyszerűen előre nézünk, és ott fog találkozni a szemünk azzal a tárgyal, amit nézünk. És ez egy tény. Teljesen mindegy, hogy milyen gömböt rajzolgatok ide, vagy milyen, ezt ugye úgy hívják, hogy bulge a tudor, vagy nem is tudom, minek hívják. Mindegy is, mert ez egy ostobaság. Az ember nem lefele néz, ahogy a távolban néz, egész egyszerűen előre néz, és a horizont valamiért mindig szemmagasságban van. És ez egy újabb tény ezzel kapcsolatban. Az emberek nem kell lefele nézni, a horizont mindig szemmagasságban van, akármelyik képet nézi. Ha a repülőről néz ki, ha az épület tetejéről néz ki, ha akárhol van, mint ahogy ezen a képen, és mindig szemmagasságban van a horizont. És ez lehetetlen lenne egy gömbön. És azt az ábra mutatja, hogy miért. Hiszen ha az ember fölfele nézne, akkor nem lehetne itt a horizont. Az, hogyha lefele néz, mint ahogy az ábra mutatja, ilyen szögben lefele néz, akkor természetesen ott van. Azonban, ha előrefele néz, mint ahogy mindenki néz előrefele, nem lefele, akkor nem lehetne itt a horizont, csak egy lapos felszíne, mint ami a Föld egyébként. Na mindegy, remélem ez érthető volt. Ha 80 kilométerre van, 440 méterre kellene mindennek a tenger, illetve hát a horizont alatt lennie, és ez 500 méter itt, 440 méter durván 450, semmi nem látszódhatna ebből a chicagói képből. Na ugye ők erre azt mondják, hogy az atmoszféra maga, a légkör az, ami lencseként működik, ez az, amit itt meg fogunk nézni. Ugye arról van szó pontosan, amit itt látunk, hogy csak éppen egy részét látjuk a... Bocsánat, nem azt mondja, hogy ugye ennyit látunk csak jelen pillanatban. Of the Sears Tower, and if our Azonban, spaceship hogy így működik situation az booms into atmoszféra. Ugye a place, tudomány hopefully now. az ugyanaz, mint a lencse. Ezt mondja. The science is the same as that of a lens. Ugyanúgy működik a tudomány, mint ahogyan egy lencse, egy nagyító. Atmospheric lensing, ugye, mint egy nagyító, úgy működik az atmoszféra. A light bends downward. A fény lefelé hajlik. Meg mit tudom én még mik. Az a lényeg, hogy valamilyen formában így is, úgy is meg lesz magyarázva minden mindig. Úgyhogy ezt láthatjuk itt. Now you can see all of pretty much all of Szóval így Chicago magyarázta meg, ugye betol oda egy lencsét, és ez az, ami miatt mi and láthatjuk ezt itt egyáltalán, hogy az atmoszféra úgy működik, mint egy lencse, és mint egy nagyító.
Ez az, amit ők úgy hívnak, hogy atmospheric lensing, vagyis magyarul fénytörés. Ennek köszönhető az, hogy látszik, hiszen egy gömb a Föld, és akkor itt úgy működik a légtér. The Ugye atmosphere azt mondta really pont, hogy is like az a atmoszféra, a légkör úgy működik, Yes. mint egy lencse. Nézzük meg azt, hogy milyen kísérletet hajtott végre Rob Skiba, ugyanis én nagyon érdekesnek találom. Ugye arról van szó, hogy a légkörben található nedvesség egy lencse hatást, egy nagyító hatást eredményez, ezért lehet látni a chicagói épületeket, amúgy nem lehetne, csak ez ugye ez az atmoszféra, illetve a légkör visszahozza tulajdonképpen a látótérbe. Science is all about testable, observable, and repeatable Arról van szó, hogy a kísérlet ugye az data, lesz, hogy right? vett egy So, nagyító lapot, egy műanyag lapot, ami nagyít, és akkor közelíteni, távolítani fogja az úgymond épületeket, hogy megnézzük azt, hogy akkor, hogyha valóban így működik a légkör, mint egy nagyító, hogyan is néz ki a valóságban ez az egész. A kísérlet lényege az, hogy egy lapos felületen működik így a dolog. Ehhez egy lapos felület kell, hogy a nagyító úgy, ha légkör valóban úgy működik, mint a nagyító, ahhoz egy lapos felület kell. És az asztal maga a föld, ugye a lapos, ez az épületek, előtte pedig az állítólagos atmoszféra, mint egy nagyító. And came up with another way of doing the same thing. Ugye a tudományos kísérlet, ami az elején volt, az alapján ennyi a piros terület hiányzik az épületekből a nagyító hatás miatt, ugye a fénytörés miatt, ezt láthatjuk itt, hogy a pohárban hogyan működik a fénytörés, erre fogjuk látni a kísérletet a későbbiekben. Tehát így néz ki a kép, előtte a műanyag nagyító, és nézzük meg akkor, hogy mi fog történni, hogyha hátra történik, hogyha csak hátra húzza a telefont úgy, hogy nem mozdítja meg a műanyag lapot. És ugye látjuk azt, hogy eltűnt az épületeknek egy része, amiről szó volt, ez az a piros sáv. És ez pusztán annak az eredménye, hogy hátrahúzta a telefont, és nem is a lapot. Amit most látunk, az pedig az, ahogyan rázoomol a telefonnal, illetve kizoomol egészen az asztal szélétől elfelé. Ugyanúgy eltűnik a lapos felületen az épületek alja a fénytörés hatására, mint ahogy állítólag eltűnne a gömbön is. Itt a méretarányok, ahogyan a valóságban, illetve ahogyan a képen kinéz, pontosan ugyanúgy tűnik el a torony. Villámgyorsan nézzük meg, hogyan néz ki egy naplemente a valóságban, ugye a nap egyértelműen eltűnik a horizont mögött egy idő után. Hogy ez miért is van, azt meg fogjuk nézni most, hiszen már tudjuk, hogy állítólag az atmoszféra egy nagyítóként működik, úgyhogy itt a nagyítóüveg újra, illetve a nagyító műanyag, telefon, és itt a nap. Meg fogjuk nézni azt, hogy mi történik naplementekor, illetve napkeltekor. Először nézzük meg, hogy hogyan néz ki ma az úgynevezett atmoszféra nélkül, a nagyító nélkül, ahogyan távolodik a nap, illetve ahogyan közeledik. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha a műanyag bekerül, illetve a nagyító bekerül a képbe, illetve a kamera és a nap közé, ahogyan a nap távolodik, úgy egyre lejjebb süllyed a horizont felé. Annak ellenére, hogy ez egy vízszintes felületen történik. És a nagyságát is durván megőrizte. Meg fogjuk látni itt. Ez az a nap, ami távol van, ez pedig, ami közelebb van, itt látszik a keze, és a nagysága nagyjából megegyezik a kettőnek. Ahogyan távolodik a nagyító, illetve a fénytörés hatására felnagyul, és a mérete nem változik szinte semmit.
Ez nagyszerűen látszik ezen a képen szintén, ahogyan távolodik a nap, egyre lejjebb süllyed annak ellenére, hogy egy vízszintes felületen halad. Tehát az, hogy a nap lemegy, az nem annak a függvénye, hogy mi egy gömbön vagyunk, vagy sem, hanem egész egyszerűen a fénytörés jelenség segítségével a teremtő úgy oldotta ezt meg, úgy tűnik, mintha a nap, mintha egy gömbön lennénk, azonban a nap egyszerűen csak eltűnik a horizont mögött. Ha már itt tartunk, akkor nézzünk meg még egy problémát, amire választ kapunk, az pedig az, hogy hogyan lehetséges az, hogy a felhőket alulról világítja meg a nap, ugye a gömbön állítólag, ahogyan elfelé forgunk a naptól, alá besüt a felhők alá a nap. Hogyan lehetséges ez egy lapos felületen? Ezt fogjuk megnézni most. Ezúttal ez a lámpa fogja a napot szimbolizálni, és ugyanúgy, ahogy eddig a nap ment egyre távolabb a kamerától, most ez a lámpa fog egyre távolabb csúszni. Így néz ki maga az egész kísérlet, a nap. Itt található a nagyító, a műanyag nagyító. Ez a felhőt fogja jelképezni, ez a műanyag. A lapka, amit föltett erre a két dobozra. Ugye ez lesz a felhő. És ez az, ami alá fog besütni a lámpa, ami a napot jelképezi. Természetesen a nagyító itt van, ahogyan a légkör is mindig ott van. Úgyhogy meg fogjuk nézni azt, hogy mi is történik, elindítja ugye a felvételt. Ez az, amit látunk, és ahogyan megy egyre távolabb, úgy egyszer csak szépen besüt a felhők alá, annak ellenére, hogy egy vízszintes felületen távolodik el a felhőktől, az idézőjelbe tett felhőktől a nap. Közeli felvétel, ugye a felhők alja, távolodik a nap, és ugyanúgy, ahogy a valóságban is, a lapos földön, ugyanúgy besüt a felhők alá a nap itt is. Ha esetleg valaki kételkedne ebben, annak, és azt gondolná, hogy az asztalról verődött vissza a fény a felhő aljára, annak itt van egy újabb és egyben az utolsó kísérlet, amikor is egy hangszigetelő habot tett az asztalra, és ugyanígy fogja kísérletet végrehajtani. Ezt láthatjuk most, ugyanúgy besüt a lámpa a felhő alá, ahogyan besütött a másik kísérletben. Még egyszer Rob Skiba. Nézzétek meg mindenképpen a csatornáját, nagyszerű videókat csinál, és bár teljes mértékben nem kell vele egyetértenünk, de nagyon hasznos dolgokat lehet felfedezni az ő csatornáját. Én teljes mértékben megértem azt, hogyha valaki az álomvilágot választja, hiszen a valóság felismerése különösen az elején fájdalmas, és az, hogy az embert egész életén át átverték, és hazudtak neki, és minden, amit tudott a világról, az hazugság. És nem lesznek kis zöld emberek repülő csészealjakban. Nem fognak eljönni érte, nem fogják meglátogatni, megmenteni, nem fogják megváltoztatni a világot. És ezek a bohócok, ezek a különböző nemzetiségű színészek, akik soha el nem hagyták a Földet, nem is kell, hogy elhagyják. Ez az egész egy stúdióban zajlik, egy koreográfia alapján, és gyerekeknek készül többnyire. A felnőttek azok már megkapták a programot, ők már követik szépen az egész manipulációt, ők már rajta vannak, benne vannak a rendszerben, nekik már nem kell. Igazából csak fenn kell tartani. Sokkolni kell őket néha napján, egy-egy hoax-szal itt, egy-egy hazugsággal ott, éhínség, járványok, stb. Stb. Így a valóság, az idézőjelbe tett valóság, amiben élnek, az tűrhető,
hiszen mindenkinek rossz, ez van, nem lehet mit csinálni, mit lehet tenni. Ez így volt, ez így is lesz, így is marad, még 1000 évig. De az igazság az, hogy okos emberek évszázadokon át, sőt évezredeken át elaltatták az egész világot. És ezzel azt érték el, hogy a legtöbb ember leéli az életét a mesevilágban, az álomvilágban. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!